Kedves szülők, fogadják sok szeretettel bemutatkozó videómat. Várhelyi Eszter vagyok, tanító. Diplomámat az ELTE tanítóképzőkarán szereztem angol műveltségterülettel. 2020. augusztusa óta vagyok a Harrer csapatának a tagja. Tavaly harmadik osztályban tanítottam angolt és voltam délutános tanító, emellett végeztem szakmai gyakorlatomat második osztályban. Idén első osztályban lettem napközis tanító, és angolt, illetve környezetismeretet tanítok nekik angolul. Ám a jövő tanévtől egy új és szép feladat vár rám, hiszen leendő elsős osztályfőnökként bevezethetem gyermekeiket az iskola, a betűk és a számok világába. Idén az első osztályban szerzett tapasztalatomnak köszönhetően pontosan tudom, hogy milyen kihívásokkal és nehézségekkel kell szembenéznie egy kis elsősnek. Jövőre is azon leszek minden erőmmel, hogy az óvoda és az iskola közötti átmenetet minél könnyebbé és gördülékenyebbé tegyem a lurkók számára. Ezért az első időszakban az oviban szerzett élményeikre építek majd. És figyelembe veszem egy 6-7 éves gyermeknek az életkori sajátosságait, hiszen nagyon nagy mozgásigénnyel rendelkeznek, és egyszerre csak 10-15 percig tudnak ugyanarra a dologra koncentrálni. Ezért egy 45 perces tanórába majd több játékos, ritmikus, mozgásos feladatot teszek. Emellett sokat dicsérem és jutalmazom őket. Mert hiszek benne, hogy egy nyugodt és barátságos légkör nagy hatással van a gyerekek hozzáállására és tanulmányi munkájára. Az egyik alapvető célom tanítóként, hogy az iskolába járás örömforrás legyen, és ne valamiféle kötelező nyűg. Ennek része, hogy megszerettessem velük a tanulást, és fenntartsam az érdeklődésüket. Ezért igyekszem színesebbé tenni az órákat mondókákkal, találós kérdésekkel, gyermekdalokkal, interaktív feladatokkal, játékokkal, változatos módszerekkel és munkaformákkal. Az óráim során fontos szerepet szentelek a játékoknak, hiszen maga a játék a gyerekek legalapvetőbb tevékenysége. Így ahol lehet, szeretem játékos formában átadni a tananyagot. Erre legfőképpen angol órán van lehetőség, hiszen egy idegen nyelv tanulása rengeteg lehetőséget foglal magába. Sokféle játékot lehet játszani a szavakkal, képkártyákkal, tárgyakkal, tanulás és gyakorlás közben egyaránt. Angol óráimon a hangsúlyt első osztályban arra teszem, hogy váljanak magabiztossá és merjenek megszólalni a gyerekek. Ennek érdekében sokat mondókázunk, dalolunk, hiszen így észrevétlenül és gyorsan bővíthető a gyerekeknek a szókincse, sokkal egyszerűbben képesek elsajátítani szavakat és kifejezéseket. Ezáltal már az első hónapokban sikerélményük lesz és motiváltak maradnak a tanulás iránt. A lassabb és alaposabb tanulás híve vagyok. Fontosnak tartom, hogy mindenki saját magához képest fejlődjön, ezért differenciálok a feladatok mennyiségében és minőségében egyaránt. Pályakezdőként is fontosnak tartom a szakmai fejlődést, így az idei tanévben elvégeztem egy gyerekjoga oktatói képzést. Mert a kognitív fejlődés mellett elengedhetetlennek tartom, hogy hozzájáruljak a gyerekek egészséges testi és lelki fejlődéséhez is. A képzés alatt rengeteg olyan mozgásos játékkal, játékos légzőgyakorlattal ismerkedtem meg, amelyeket be lehet építeni a mindennapokba is. És amellett, hogy a gyerekek élvezik ezeket a feladatokat, segít nekik a feszültség feloldásában is. Osztályfőnökként a tanítás mellett az egyik legfontosabb feladat a közösségformálás. A 4 év alatt azon fogok dolgozni, hogy egy jó csapattá formálódjon az osztály, ahol tiszteljük és elfogadjuk egymást. Ennek érdekében szeretnék színes programokat, kirándulásokat szervezni, ahol a csemeték mellett a szülők is részt vehetnek. Ezzel is elősegítve a sikeresebb munkát, mert hiszem, hogy a szülőkkel való jó kapcsolat nagyban hozzájárul ehhez. Engedjék meg, hogy a bemutatkozásomat egy idézettel zárjam. A gyermekkor évei azok az esztendők, amikor a szív a legérzékenyebb, leghajlékonyabb. Amit oda elültetünk, azt alig ha lehet valaha is onnan kipusztítani. Johann Friedrich Oberlin. Köszönöm a figyelmet, és örömmel, és nagyon nagy szeretettel várom leendő elsőseimet.